Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Gyurász Német Petra vagyok a turizmus tanszékről, és szállodákkal foglalkozom elsősorban, szállodai innovációval is, szállodai menedzsmenttel, szállodai minőséggel, és itt is főként ilyen tantárgyakat tanítok. A következőkben egy innovatívabb előadásról lesz ilyen szempontból szó, illetve innovatív témáról, méghozzá a különleges szállodák esetéről. Én erről publikáltam is egyébként annak idején innováció témában, hogy tényleg nagyon érdekes, hogy ezek a különleges szállodák hogyan mire építkeztek, illetve hogy akár milyen vendégkörrel rendelkeznek. A következőkben egy jó pár ilyet mutatnék meg nektek. Úgyhogy alapvetően az alcíme az egésznek az, hogy a jégszállodáktól a butikhotelekig. Itt ugye a jégszállodáról már mindenki hallott, de beszélni fogok a butikhotelekről is, amik nem a bevásárlóközpontban találhatók. Úgyhogy kezdjük is akkor el egy kicsit ilyen innovációs alappal, úgymond, hogy maga az innováció, azt kell, hogy mondjuk, hogy már mondjuk a 20-as években, az 1920-as években is megfogalmazásra került, és alapvetően valamiféle új terméket, vagy új jellemzőt, vagy akár valamiféle új termékkombinációt, vagy termelési kombinációt jelentette annak idején. Aztán ezek az elméletek beszivárogtak a szolgáltatásokba is, ahol pedig különösen hangsúlyos volt az alkalmazottak bevonása, hogy az innováció a megvalósításába, vagyis az újítások megvalósításába az alkalmazottakat mindenképpen vonjuk be. És aztán a turizmusban is elkezdett úgymond megjelenni, mondhatjuk azt, hogy a turisztikai innovációt nagy része elsősorban a fenntarthatóságra irányul, akár a gazdasági részére, akár a társadalmi vagy a környezeti részét tekintve. Valamint szintén nagyon fontos leszögezni a turizmuson belül a szállodaszektornak a tőkeintenzív szerkezete miatt, azért az innovációk, illetve az újítások bevezetése sok akadályba ütközik. Ezeknek az akadályoknak egy jó része azért pénzügyi jellegű, tehát gazdasági jellegű, valamint azt is nagyon érdemes elmondani, hogy a bukási arány viszonylag magas. Egy holland kutatás esetében, ahol több tízezres mintát vizsgáltak, sajnos csak a 25%-a az innovációknak volt igazán sikeres, és érte el azt a célt, amit előzőleg kitűztek az innováció számára. Úgyhogy ez mindenképpen egy kockázatos dolog, és a szállodák esetében ezt nem mindig tudják bevállalni a tulajdonosok vagy a menedzserek. Alapvetően tehát elmondhatjuk, hogy nem feltétlenül innovatív maga a szállodaszektor, ami kicsit furán néz ki, de az alapjai annak, ahogy a vendéglátást vagy a szállodai szolgáltatást nyújtjuk, az ugyanolyan, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt volt, attól függetlenül, hogy persze már nagyon sok más szolgáltatás is megjelent a szállodák esetében. A különleges szállodák közül elsőként azt mutatnám be nektek, hogy milyen is úgymond a butikhotelek esete. Tehát úgy építettem fel ezt az előadást, hogy mi a különlegesség az adott szállodában. A butikhotel az egyébként egy abszolút összefoglaló név, olyan szállodák, olyan különleges szállodák tartoznak ide, amik elsősorban a dizájnnal szeretnének érvényesülni, illetve a normál, úgymond normál átlag szállodákhoz képest különleges dizájnnal rendelkeznek. Ez tényleg dizájnelemek, majd fogok is nektek képeket mutatni erről, hogy ezek a dizájnelemek a legtöbb esetben aztán a semmire nem használhatók tényleg, csak ott vannak, de mégis valamilyen speciális hangulatot adnak magának a szállodának. A butikhotelek esetében azt el kell mondani, hogy butikhotel az mindenképpen egy minőségi szolgáltatást akar nyújtani, és magas kategóriában kívánja ezt nyújtani, tehát ötvözi úgymond a minőségi szolgáltatásokat a luxussal. A butikhotel, az lehet design hotel is, meg lifestyle hotel is. Manapság nagyon kreatívak vagyunk, úgyhogy mindenféle hotel megnevezést ki tudunk találni, higgyétek el. Amik a butikhotelnek kifejezett jellegzetességei, az az, hogy személyre szóló szolgáltatás, vagy személyre szabott szolgáltatást képesek ezek a szállodák nyújtani, amit nagyon hangsúlyoznak is, hogy ellentétben a mondjuk nagy szállodaláncokhoz tartozó szállodákkal, ők ténylegesen a személyre szabásra és az egyes vendégekre tudnak fókuszálni. Meg is tehetik ezt alapvetően, mivel itt kisebb szállodákról van szó. Tehát ilyen 50 szobát képzeljetek el, nem egy 600 szobás mega szállodában, vagy egy Las Vegas-i 3000 szobás szállodáról beszélünk, hanem mondjuk egy 50 szobás szállodáról, ahol természetesen tudják ezeket a szolgáltatásokat egy picit jobban személyre szabni. És a dizájn is alapvetően személyre szabott, tehát ők nagyon tudják, hogy kik az ő vendégeik, és az ő igényeikre szabják akár a dizájnt is. Tudják, hogy ezek a vendégek mondjuk inkább az avantgárd stílust kedvelik, és ezért mondjuk olyan szállodát létesítenek, ami ennek tökéletesen megfelel, illetve olyan művészeti alkotásokat is állítanak akár ki.
Mutatok is néhány képet nektek a szállodákról, ilyen butik szállodákról. Ha megnézitek ezen a képen, látható, hogy egy jó kis ilyen zongora, billentyűs sáv megy végig az egész úgynevezett lobbin, és ezáltal is mutatja, hogy mondjuk a zene iránti rajongást, vagy a zenét, mint tematikát felhasználják ehhez. Egyébként nekem van egy olyan tantárgyam, hogy szállodai menedzsment, amiből a hallgatók saját maguk találnak ki szállodákat, amiket szerintük jól meg lehetne valósítani. Az egyik egyébként pont egy zenei témájú szálloda volt, még annak idején, jó pár évvel ezelőtt, akik egyébként nyertek is ezen a feladaton, méghozzá megajánlott 5-ös jegyet vizsga nélkül. Aztán, ha látjátok, itt különféle színeket is abszolút jól tudnak keverni egymással, tehát itt ez a lila szín, ez kifejezetten hát formabontó, de nagyon jól megy az orchideához, úgyhogy mindenképpen gratulálunk nekik. Valamint a tapéta is maga, a stílus is egy picikét más, tehát hogy egyedi dolgokat próbálnak létrehozni. A következő is hasonlót szolgál, mindenképpről nem fog beszélni egyébként. Itt látjátok az ágy mögött lévő, hát lehet, hogyha éjjel felébredsz, kicsit ijesztő festményt, de hát ez is egy nagyon jellegzetes dolog, és ezzel is megpróbálták feldobni magát a szállodát, illetve a szállodai szobát. A következőkben is mutatok még néhány képet hasonlókról, az egyikben itt úsznak a mindenféle medúzák, az a design leginkább, nem kell megijedni, nem mekkorák szoktak ezek lenni. Aztán a trónszékszerű fotelek, funkciót ne kérdezzetek, mert igazából ugyanaz a funkciója, mint egy normál széknek, tehát nem erről szól a dolog, hanem inkább a művészetről. Valamint az emberfej mögött álló recepciós leány is biztosan értékeli ezt a jó kis művészeti ágat, de legalább különleges, jól le lehet választani a recepciót, a mostani normáknak is megfelel, ha megnézitek a jó kis másfél méteres távolsággal is. Aztán a következőkben is néhányat megmutatnék. Na, ez az egyik kedvencem, amit most láthattok. Ez a fotel, ami igazából nem jó semmire, tehát nagy valószínűség szerint arra rá sem lehet ülni, hanem csak itt dizájnelemként van. De egyébként ez a mögötte, az ágy mögött lévő jó kis festmények is nagyon praktikusak. Valamint ez a hintaszerű valami, amire 100%-ig biztos vagyok benne, hogy nem lehet ráülni, de legalább a fény oda vetül, és milyen jól kihangsúlyozza azt a nem tudjuk micsodát, de minden esetre nagyon szép, színes, dizájnos, nem unalmas, tehát ezt azért el kell mondani a butik hotelekről. Rendben, a következő kategóriát nézzük meg, hogy mi a különlegessége a következőnek. A következő különlegesség az maga a helyszín, hogy hol található ez a szálloda. Ezt úgy hívják ezt a szállodát, hogy Canopy Towers, és Panamában található. De nem csak azt mondhatjuk, hogy simán Panamában, vagy esetleg Panama Cityben, az esőerdő kellős közepén található maga ez a szálloda. Mivel az esőerdő közepén található, és szeretnének valami kilátást biztosítani, ezt csak úgy lehet megtenni, hogy a lombkorona szint felett vannak lényegében a szobák. Tehát ez a kis gombóc, amit láttok, alatta van az a kis perem, és ott találhatók leginkább a szobák, illetve ott van egy ilyen hatalmas kilátótér, amiben vizsgálni tudják, hogy mi is van az esőerdőben. Megkérdezhetjük, hogy de ki megy ide? Ugye a megközelíthetőség nem olyan borzasztóan könnyű. Nagyon érdekes megoldás van erre, úgymond, hogy olyan emberek mennek ide, akiknek valamilyen szakmai érdeklődés miatt itt kell lenniük. Például most gondoljatok bele egy természetfilm készítésébe, mennyire jól lehet innen elkészíteni ezt a természetfilmet, mondjuk a madarakról, akik szépen a lombkorona szint felett repülnek, és akkor erről valamiféle természetfilmet is tudnak készíteni, vagy ornitológusok számára tökéletes lehet a madarak tanulmányozásához, stb. Stb. Nem kell a 600 szobás szállodát elképzelni itt. Itt nem sok szoba van, tényleg néhány szobáról beszélhetünk, viszont ez abszolút eladható ezeknek a különleges érdeklődésű vendégeknek. Hát így néz ki, ugye semmi, tényleg a semmi közepén, azt könyv mondjuk. Aztán a következő esetében már maga az eredeti rendeltetés lesz az érdekes. A következő szállodának, illetve szálláshelynek az eredeti rendeltetése az egy repülőgép volt, egy jumbo jet, és ez most már ugye nem fog repülni. Ez Arlanda repülőtéren van, Stockholmban, és hát megcsinálták szállodának, illetve szálláshelynek. A következő képen pont látjátok az elnöki lakosztályt. Ez lesz az. A legjobb lakosztály, ugye a legjobb kilátással. Hát végig, ez ugye a pilótafülke volt, tehát végig jó kilátásod van magára a repülőtérre. Szóval a repülés szerelmeseinek mindenképpen nagy szeretettel ajánlom. Itt úgymond twin ágyakat láthattok, tehát ez a, szerintem a rendes francia ágyas nem volt megoldható valószínűleg ezen a helyen, mert akkor hát beszorultunk volna.
De még van itt egy bár is, tehát nem mondhatjátok, hogy nem nyújt szolgáltatásokat ez az adott szálláshely. Na, a következő esetében az eredeti rendeltetés börtön. Szállodai menedzsment tantárgyból egyébként volt olyan csoport, aki börtönt tervezett, nagyon kreatívan, ilyen kinti konditeremmel és tetoválási lehetőséggel, tehát abszolút megragadták a dolog lényegét, de vannak konkrétan börtönszállodák is. Amit most láttok, az Szlovéniában található, és Ljubljanától nem messze, és eredetileg így nézett ki, tehát ez nem a mostani állapot, ne jegyetek meg, ez, hogy eredetileg hogy nézett ki. A mostani állapot pedig inkább ilyen. Tehát meghagyták ezt a rács tematikát, már csak a különlegesség miatt is, de rengeteg művész dolgozott rajta, hogy mondjuk egy ilyen színes, fiatalos, élő, ilyen művészet is dolgot csináljanak belőle, nagyon jól megcsinálták. Azért rácsokat mondom, meghagyták, tehát nekik ez azért tetszett, hogy mennyire jól lehet ezeket használni. És nézzétek meg ezt a képet is, ez nekem nagyon tetszik, hogy ott az ágyak mellett felmehetsz lépcsőn az ablakhoz. Ezt annak idején az itt lakók valószínűleg nem tehették meg annyira jól, mint ahogy a mostaniak. Aztán a következő szálláshelyek esetében úgymond a méret a lényeg. Ezek a szállodák nagyon kicsikék. Azért is, mert azokon a helyeken, ahol ők létesültek, nem igazán van lehetőség nagy szállodákat építeni, valamint az a kevés hely, ami van, az úgymond már beépített. Itt szállodai szobát kapni borzasztóan drágán lehet, ráadásul ilyen egy éjszakás tartózkodásra, vagy pár órás tartózkodásra, akár egy reptéri átszállás esetében nem éri meg ezt az elképesztő összeget kifizetni egy szállodai szobáért, ezért úgy gondolták a szálloda létesítői, hogy ez egy nagyon jó piaci rés, és létesítsünk erre valami picike szállodát. Na hát ez tényleg pici lett. Maga a szálláshely nem biztos, hogy pici, de a hely, amit van, az pici. Az lényegében egy ágy, de nagyon jó, mert ha megnézitek, ott van a tévé is a sarokban, tehát nem mondhatjuk azt, hogy nincs szórakozási lehetőség. Nem kellett több oldalról fényképezni a szobát, mert ez ennyi. Tehát, hogy ennél többet nem tudtunk tenni. Itt látható a, hát nem akarok morbid lenni, de a halottas házhoz abszolút hasonlító verzióban berendezve. Itt a hölgy, hostess hölgy mutatja, hogy mennyire jó is ez a szálláshely, úgyhogy mindenkinek szeretettel ajánlja, kényelmes ágyak, lesötétíthető, persze, mert nincs ablak, úgyhogy ezt viszonylag könnyen meg lehet oldani. Aztán itt a másikon is látjátok, micsoda luxus körülmények között lehet megszállni itt ezen a helyen. Ez ugye a tokiói kapszula szállodák. Hát itt is van egy kis kép róluk, igen. Aztán még mindig kicsik a Jotelnek a szállodái, itt az első szállodát Amsterdamban a repülőtéren hozták létre. Ez nagyon hasznos volt, mivel az amsterdami repülőtérnél is, illetve alapvetően Amsterdamban is borzasztóan drágán lehet úgymond szállodai szobát kapni, és hát nem olyan sok hely van, ezért kitalálták, hogy ez egy nagyon jó ötlet lenne, úgyhogy ott is megcsináltak egy ilyet. Ez mondjuk úgy nagyjából 7 négyzetméteren a fürdőszoba is benne van. Tehát ez egy ilyen nagyon praktikus dolog, szobatakarítás szempontjából viszonylag gyorsan végzel, elég rugalmas megoldásokat kellett kitalálni arra, hogy valami néha ágy, néha meg szekrény, vagy hasonlók, illetve hogy ha látjátok, ott van tusoló is, hát majdhogy nem ott, ahol az ágy van, tehát hogy abszolút közel vannak ezek egymáshoz. De ez már valami luxus szoba, amit most láttok, tehát ez már túl nagy szinte, ez szerintem elnöki lakosztály lehet valószínűleg. Egyébként a Jotel egy nagyon dinamikusan fejlődő cég, talán azt kell, hogy mondjam, hogy ezek az úgynevezett budget hotelek, vagyis alacsony kategóriás, főként olcsó szállásokat nyújtó picike szállodák, ezek borzasztóan jövedelmezőek. Ők előfordul, hogy egy nap alatt többször is kiadják azt a szobát, mivel a vendégeik egy része csak mondjuk pár órát tölt abban az adott szobában, tehát ezáltal olyan jövedelmet tudnak generálni, amit még a nagy luxusok sem, főleg a költségeket tekintve már. Na, a következő újítás, illetve különlegesség az az, hogy kik is ott a helyiek, ahova megyünk. Ebben a szállodában, hát elárulom, itt Zsiráf Hotelnek hívják magát a szállodát, és Kenyában található, egy régi udvarházból alakították át a szállodát, és nem viccelek, tényleg ott vannak a zsiráfok, akik szépen benéznek, ha éppen, nem tudom, öltözöl, vagy alszol, szépen rád néznek, részt vesznek a család dinamikájában, részt vesznek a kinti programokban, vagy akár megnézik, hogy mi a reggeli minőségellenőrzés szempontjából természetesen, tehát ők úgymond kollégák, akik fogadják a vendégeket, mondhatnám őket hostnak is, valamint azért előkóstolnak, hogy nehogy esetleg gond legyen azzal az adott reggelivel. Jó kis barátságba lehet kerülni velük, valamint ilyen jó kis kompozíciókra is modellként abszolút jól működnek. A következő különlegesség az az építőanyag.
A jéghotel esetében, amiről már biztos vagyok benne, hogy mindenki hallott, most már több helyen is van egyébként a világon. A jéghotelben hatalmas potenciál van, nagyon szeretik egyébként a vendégek, itt látjátok is a képeket. Az igazi jéghotelben, azt elmondom nektek, a pohár is jégből van ám, amiből a pálinkát iszod. Az is mindenképpen jégből lesz, valamint mondjuk, hogyha esküvőre lennél hajlandó, akkor ebben a jó kis kápolnában ezt meg is lehet tenni, egyébként nagyon népszerű helyszín. Abszolút irigylem a jégszállodákat, nem szeretem a hideget, de amiatt, hogy minden évben lényegében ezeket a jéghoteleket újra kell építeni. Tehát minden évben az adott trendnek, az adott dizájnelemeknek, a fogyasztók magatartásának, változásának abszolút meg tudsz felelni. Tehát minden évben olyanra építed, amilyenre akarod. Hogyha az adott évben inkább franciágyas szobákat csináltál, de kiderült, hogy inkább az egyágyasra lenne kereslet, akkor megcsinálod egyágyasban a következő évben. Tehát nagyon jól lehet alkalmazkodni a változásokhoz, és nagyon jól lehet mindig valami mást nyújtani a vendégeknek. Úgyhogy nagyon szokták szeretni egyébként a turisták ezeket a jégszállodákat. Még mindig az építőanyagnál tartunk, mert a következő szállodák esetében az építőanyag maga a barlang. Ezek barlanglakások voltak, ez Törökország, Kappadókia, és itt ezeket a barlanglakásokat alakították szállodává. Abszolút helyi művészeknek a művészeti alkotásának felhasználásával, tehát a szőnyeg is, de az összes mindenség egyébként abszolút helyi, tehát már csak emiatt is egyébként még fenntartható kategóriába is eshetne. Itt azért egy ilyen 100 000 forint fölötti éjszakai árral számoljatok a szobák esetére, tehát ezért ez nagyon exkluzív ez az egész dolog. Látjátok is kívülről is, meg belülről is, de nagyon hangulatos. A következő esetben a célcsoport a különleges, és azt gondolom, hogy a tulajdonosok is egy picit. A célcsoport mondjuk a kutyusokat szeretők, különösen a beagle kutyát kedvelő vendégek, mivel hogy ez a szálláshely hát konkrétan egy kutyára hasonlít, illetve hát egy kutyát formáz. Ez a művészházas pár készítette magát ezt az int, hát ezt nem mondanám a szállodának, az egy kicsit erős kifejezés lenne, de ez úgynevezett inn, ez egy ilyen panziószerű képződmény, és úgy gondolták, hogy Idaho-ban erre majd jó nagy kereslet lesz, és jönnek majd ide a vendégek, egyébként bekerültek valószínűleg minden hírbe, úgyhogy ilyen szempontból már jó volt a PR. A kedvencem azért, azt elmondom, az a tűzcsap, ami lényegében a fürdőszobaként funkcionál. Tehát ez szerintem extra vicces tényleg. És ugye a beagle-nek van egy kis beagle is, hogy még aranyosabb legyen a helyzet. A következő az a működésben speciális, különlegessége a fenntartható működés. Nem is nagyon majd van más választásra, meg kell, hogy mondjam nektek, ez a Tierra Atacama nevű szálláshely, és az Atacama sivatagban, ami talán a világ legszárazabb sivataga, abban helyezkedik el, és ott építették, csak helyi anyagok felhasználásával, tehát minden, amit láttok, az helyi rendelkezésre álló anyagokból van elkészítve. Valamint a belső terek is, az ő dizájnjuk is, de az összes felhasznált szőnyeg, kárpit, egyéb, az mind-mind helyi őslakosok munkája, tehát őket is bevonták ebbe, tehát a fenntarthatóságnak nem csak a gazdasági részét nézik, hogy sokáig működhessen a szálloda, hanem a társadalomhoz való hozzájárulást is, illetve a helyi kultúrának a fenntartását, megtartását is. Tehát mindent úgy, még a dizájn is egyébként olyan, amilyen az adott területen elképzelhető. Itt láthattok még több képet is róla. Na ez is jó drága, meg azért ide eljutni sem olyan borzasztóan egyszerű. Tényleg nagyon nagy élmény lehet. Olyan száraz ez a sivatag egyébként, hogy akartak hozzá egy testvérszállodát csinálni, nem olyan borzasztóan messze ettől a szállodától, az pedig már szinte a végső fázisában volt az építkezésnek, és leégett az egész. Tehát ilyen borzasztóan száraz az ez a hely, és ennyire kell vigyázniuk. Ők ugye saját a csapadékvizet használják fel, újra felhasználnak mindent, tehát nekik ez kritikus, nem választás kérdése, hanem így is kell működni ezen a területen. Tehát a következő esetben a különlegesség az a tulajdonosok személye. A Palazzo Margarita tulajdonosa a Coppola család, hogyha esetleg fiatal nézőink nem tudnák, a Keresztapa című film rendezőjéről van szó, Francis Ford Coppoláról, illetve az egész családról, ők egyébként Dél-Olaszországból származnak, és nagyon sok ilyen úgynevezett palazzót megvettek, és mondjuk megcsináltak szállodának, de megpróbálták megőrizni az eredeti hangulatot. Nagyon fontos nekik az, hogy tényleg azt a feelinget adják vissza, ami annak idején jellemezte ezeket a helyeket. És mondjuk nézzétek meg, ilyen romantikus ez a fürdőszoba is, ott ezzel a régi típusú káddal. Valamint azért a filmekre is utalást teszünk ám itt, tehát ebben a bár vagy kávézó részben szépen látszanak ott színészekről készült fényképek is.
Valamit számukra nagyon fontos egyébként a gasztronómia, és szeretnék azokat az ételeket is úgy visszahozni, ahogy mondjuk az ő gyerekkori, akár gyerekkori vagy a rokonainak az emlékezetében esetlegesen él, hogy itt tényleg kézzel készített, rendes, nyókit lehet enni, és a többiket, szóval ez nekik nagyon fontos. Hát itt 1440 euró azért egy éjszaka, úgyhogy erre még gyűjtenünk kell egy picit. Azt gondolom. És az utolsó, amit szeretnénk nektek bemutatni, ott az épület egy kastély, ami mondhatjátok azt, hogy de hát ez nem olyan nagyon különleges, hát vannak azért kastélyszállodák. Vannak, lesz majd még egy különlegesség, de nem lövöm le a poént. Azért azt megmutatom nektek, hogy ez azért milyen kastély. Ez Skóciában található, Észak-Skóciában. Konkrétan tényleg így néz ki. A napsütés leszámítva az azért viszonylag ritkán van, de egyébként így néz ki, és borzasztóan nagy területe helyezkedik el, úgymond tengerpartja is van, de ez nem az a tengerpart, ezt tudjátok, az a hideg tenger, úgyhogy nem az a fürdős verzió, viszont gyönyörű szép minden, és tényleg így néz ki ez a könyvtárépület, könyvtárhelység, megtartották egyébként a teljes kastélyfunkciót, olyan szinten, hogy még a kastélyoknak a gazdasági épületeit is hasznosították úgynevezett cottage-okként, ezek ilyen villák, amiket ki lehet szintén bérelni, ezzel együtt olyan nagyjából 50 szobával rendelkezik tán ez az adott szálloda, és ezek a cottage-ok, ezek különféle helyen helyezkednek el magában a területben, ahova mondjuk golfkocsikkal lehet eljutni, és a saját autódat ezt le kell tenni, tehát itt ilyen szempontból ez a károsanyag kibocsátás ez nem fog bejönni. Ezek a villák, ezek között van olyan, ami mondjuk két személyes picike, és van olyan, ami meg mondjuk két szintes is, és akkora épületben található. Ami a még a különlegessége, hogy tőlünk sokan dolgoznak itt. Méghozzá azért, mert van egy megállapodásunk ezzel a szállodával, hogy fél évente küldünk nekik gyakornokokat. Sajnos ebben az időszakban most éppen nem, de egyébként fél évente küldjük a gyakornokokat, akik különböző területen dolgoznak a szállodában. Itt láthatjátok az első hallgatókat, akik itt voltak, valamint egy karácsonyi terítést. Kétszer tartanak ők karácsonyt egyébként. Úgyhogy, ha idejöttök, akár Skóciába is lehet menni szakmai gyakorlatra. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok és megnéztétek a különleges szállodákat. Sziasztok!